csoportnak. Speciális mentőcsapat segítségét kérték egy vízbe esett ember miatt Tiszanán a Dinnyés hátnál. A csapat azonnal elindult a helyszínre, két élő és tetemkereső kutyával. Megérkezésük után a Jászlanykun-Szolnok vármegyei vízirendőrök segítségével vízre szálltak a 68 éves férfi keresésére, aki az információk szerint az esti órákban a Tiszában eltűnt. A feltételezett beesés helyétől körülbelül 100 méterre két kutya, Cooper és King is jelzést adott, majd megszervezték a műszeres kutatást is, és egy civil önkéntes, Madarász Lajos is csatlakozott a csapathoz. Vízről elindultunk, és a beesés helyére elhoztak minket a rendőrök, és azt a környéket kezdtük a kutyákkal felkutatni. Röviddel az indítás után először az idősebb kutyám jelzést adott, akkor természetesen ilyenkor egy kontrollmunkát hajtunk végre. A másik kutyával kimentünk a másik kutyáért, a kutyával visszajöttünk a vízre, és a másik kutya is ugyanazon a helyszínen adott nekünk egy jelzést. Ekkor kezdtük el a további kutatáshoz a műszeres segítséget kérni, amit a Madarász Lajos, egy környékbeli civil önkéntesünk, aki szokott nekünk ilyen esetekben segítséget nyújtani, ő jött, és ő neki van szonárkészülék, és azzal szonárkészülékkel pontosítottuk a helyszínt. Viszont pont azért, mert ez már pénteken, a késő délutáni órákban volt, és azt beszéltük meg a rendőrökkel, hogyha még aznap kijön a szonárkeresés, és az erején mennyire vezet, akkor már csak sötétbe tudtuk volna megmerülni. Ennek érdekében a szonáros keresést és a merülést azt szombatra terveztük be. Másnap is folytatódott a kutatás Dinnyés háton, ahol a szonáros keresés megerősítette a kutyák jelzését. Két kutyánk van, kiképzett kutyánk van, illetve van most még két fiatal kutya, aminek a kiképzését már folytatjuk. A két kutya, aki itt volt, az egyik egy 11 éves belga juhász, a Cooper. Ő már egy sokat bizonyított rutinos kutya. Többször is talált ő már vízben kutyát, embert. Többször is talált már a vízben embert, illetve itt volt a másik kutyánk is, egy 19 hónapos, az is belga juhászkutyus. Ő is egy nagyon rutinos kereső, sok helyen dolgoztunk vele, többek között Törökországban is dolgoztunk vele. Nagyon megbízhatóan dolgoznak. Igazából a vízben keresés, ugye egyrészt a vízben keletkező gázok feljönnek, és azt is érzi a kutya, illetve a víz az hömpölyög, főleg a folyóvíznél jellemző ez, és ez is felhozza a szagokat. A mi kutyáink élő és halott személykereső kutyák, mind a két kutyánk ugatással jelez, a különbség az, hogy az élőnél a szag forrását fogja ugatni, de hát azt a helyet, ahol kijön az élő embernek a szaga. Halottnál viszont felvesz valamilyen rendellenes testhelyzetet, a kutya ül vagy fekszik, és felém fordul, és nekem fog ugatni a kutya. És ezzel tudom megkülönböztetni, hogy a kutya most élőt vagy halottat jelzett. Ezt követően az Egyesület búvárainak segítségével megkezdődött a víz alatti kutatás, amelyet a hirtelen feltámadt vihar miatt abba kellett hagyniuk, így azt másnap folytathatták. Szombati nap folyamán reggeli órákban itt újabb gyülekező volt. Lajos is akkor ért ki, illetve a mi csapatunkból 5 fő. Csónakot tettünk a vízre, illetve a szonárkészülék beüzemelésre került, és a kora délutáni órákban a szonárkeresés is megerősítette a kutyáknak a jelzését. Ekkor megkezdtük két búvárral a merülést. Sajnos az első, tehát a szombati napon, az első merülési napon, már akkor még nem tudtuk, mennyire vagyunk közel a vízben lévő személyhez. Ezért a rendőrök, mikor feljött a vihar, akkor felfüggesztették a keresést, éppen azért, hogy a vihar miatt nehogy valaki bajba kerüljen. Fel lett függesztve a keresés. Vasárnap reggel az időjárás kedvező volt, vasárnap reggel újból kijöttünk. Kutyával először megerősítettük, hogy a vihar vagy esetleg másokból kifolyólag a test nem mozdult el arról a helyről, ahol be lett azonosítva az előző két napban. Nem volt elmozdulás, a kutya ugyanott jelzett, így beöltöztünk, megkezdtük a merülést,
Csapatunk búvára 11 óra 34 perckor kezdte meg a merülést, és 11 óra 42 perckor megtalálta az elhunyt személyt. Ezt követően a vízpart meghatározott szakaszán kiemeltük a testet és átadtuk a rendőrség munkatársainak az eljárás lefolytatása érdekében, tudtuk meg a speciális mentőcsapat tagjától.